Pulai Márk vagyok, és ma Bákonyné Iccával fogunk interjút forgatni. Ő édesapámnak egy nagyon kedves gyerek, vagy fiatalkori barátja, aki egyébként mozgássérült, a Heinen Medin járványos gyermekbénulás okozta szövődmények miatt lett ő súlyosan mozgássérült, viszont az értelme az szárnyal és szabad, és ezért is szerettünk volna vele interjút készíteni. Azzal kapcsolatban kérdezgettük, hogy az egyes politikai rendszerek, de értve a kommunizmus, a szocializmus alatt, hogy ő hogyan élte meg ezt, mint sérüléssel élő ember. Senkit ne szidalmazzanak, ne veszekedjenek, gyöngédek legyenek, teljes szerítséget tanúsítva minden ember iránt. A fasizmus meg ezekkel kapcsolatban, hogy az ember szíve amióta bűnbe esett, azóta gyilkos szív, és kész megölni bárkit. A házasságban a társát, a saját gyermekét, úgy vagy a saját testvérét. Ahogy a Biblia leírta, az úgy van, és ez így igaz. És ez nem a társadalmi rendszertől, hogy ki van fönn, meg ki van lent, hanem ez attól függ, hogy az ember szíve Isten mellett van-e, vagy nem. Itt nem a rendszer, hanem a szívnek a belső állapotától függ. Nek a dolgok valójában, mert a házasságban is lehetünk fasiszták magyarul. Úgy lehet ölni szemmel, szájjal, én saját magamról tudom, sem nézni a másikon, hogy ő is nekem egy nagy semmi, meg senki. És a gyerekemet is mindenféleképpen lehet öldökölni, meg a gyerekek egymást is tudják öldökölni. Szóval nem kell ott külön most mit tudom, milyen rendszernek lenni. Benne van a gyilkos, benne van a palázna, benne van a tolvaj, mindaz, amire azt mondja Isten, hogy ne, az a világ folyásában benne van. És mi a világ folyásában születünk bele rendendőleg, és onnan hív ki az Úr Jézus, és aki mellé jön, őt követi őt, ebből kiszabadul. Na, ezt azért szerettem volna elmondani, hogy nem a rendszerektől függnek a dolgok, hanem az emberektől. Nagyon hálás vagyok a te édesapádnak is, megmondom őszintén, meg ennek a csoportnak, aki engem a belső világomból is, meg az intézeti világomból is kivitt gyakorlatilag. És akármilyen rendszer is volt, nekem mindig jólétem volt. Etettek, itattak, ruháztak, és gyakorlatilag a te édesapádékon keresztül még lelki vonalon is kikerültem a igazi életre. És az is nagyon nagy dolog volt, amit ő tulajdonképpen úgy mondjam a múlt rendszerben, hogy a hidegkötél lakótelepet megépítették a mozgássérülteknek, és ott mi, aki én teljes ellátásra szorultam, álltáladástól elkezdve mindent, ott elkezdhettem egy olyan életet, mint egy épkézláb nő. A férjem feleségül vett, gyerekeink lettek, hát az egyik sajnos meghalt,
a gyermekünk meg hát hál az Úristennek, hogy egy kéznáb, és hát nem dicsekvésként mondom, de rendtől Tokaj mellett arca van az Andrássy Kúria főségje. Úgyhogy ez is egy nagyon nagy csoda, a két unokánk lett. Szóval egy emberileg nézve sincs nekem, hogy mondjam, vesztett ügyem. Amire én nagyon vágytam már úgymond ifjúságomkora óta, ugye mindig ilyen kis alkotó dolgaim voltak, hol mit tudom én babákat csináltam, hol ez, hol azt, és vágytam erre, hogy ezt szóval valahogy kifejezzem a belső világomat, és elkezdtem ezt a festészetet. Tehát akkor te azt tapasztaltad, hogy végül is a gondviselés az minden időkben jelen volt. Igen, igen. És hogy, de minden hogy... emberkor, minden időben, minden emberének. Ki és hogy, embereken keresztül cselekedett a... Igen. Menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népeket, és én veletek leszek a világ végezetéig. Ez biztos. Tehát akkor te gyakorlatilag nem húznál semmilyen ilyen éles kontrasztot az akkor és a ma. Rendszerek között se, meg emberek között se, hanem ez van, mind a Golgotán volt a két zatór, aki igen mondott, a másik meg átkozódott tovább. Ez a két fajta ember létezik, és létezni fog. Azt gondolom, hogy az Icával készített interjú nagyon tanulságos volt, rengeteg szempontból. Azt gondolom, hogy a végső konklúzió végül is az, hogy rendszertől függetlenül az a lényeg, hogy az adott emberek és a sérüléssel élő embereket körülvevő társadalom, a családjuk mennyire befogadó velük kapcsolatban, mennyire fogadja el őket. És voltak éppen az inkluzió gondolata is ugyanez, hogy teljesen elfogadjuk a körülöttünk élőket, és igazából ez politikai rendszerektől független, hogy én, mint magánszemély, hogyan viszonyulok a mássághoz.